Dicsértessék a Jézus Krisztus! Krisztusban, kedves testvéreim! Ezzel a köszöntéssel minden kedves testvéremet szeretném köszönteni, minden jó akaratú embert, aki készül arra, hogy karácsonykor a hozzánk érkező üdvözítőt együtt ünnepeljük. Befejeztük az irgalmasság szentévét, de megkezdjük a Szent László emlékévet. És ezek a szentévek, emlékévek figyelmeztetnek mindig arra, hogy az örök evangélium mindig időszerű, csak olykor-olykor egy-egy feledésbe merült igazságot újra fel kell eleveníteni, nehogy kimenjen a gyakorlatból. Az irgalmasság évében elsősorban az irgalmasság testi-lelki cselekedeteire hivatkoztunk a Szent Atya tanítása alapján, és a bűnbánat szentségének a gyakorlása, melyben megtapasztaltuk mindig Isten irgalmasságát. És most a Szent László évben nagy királyunknak, aki Erdélynek a polgári védőszentje, egész Erdélyországnak, ő az, aki utat mutat nekünk az erények gyakorlásában, a mindennapi keresztény életben. És így akarjuk köszönteni, várni az Úr Jézus érkezését, gyermekként jön, hogy ne féljünk tőle, kitárja a karját, úgy, mint majd 33 év után a kereszten is kitárja, hogy mindenkit átüleljen, és az üdvösséget számunkra harmadnapi föltámadásával azután lehetővé teszi. Kívánok kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket, és most már a kis Jézus által megáldott boldog új esztendőt is minden kedves testvéremnek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!